Legyünk megbízhatóak. Szerintem ez egy borzalmasan fontos dolog a, a mostani világban is. Főleg azért, mert, mert tényleg sokkal több emberi kapcsolatunk van, mint korábban. Sziasztok! Ez a kulisszák mögött című podcast Kossuth Lajossal és Áristvánnal. Műsorunk zenészekről szól, nem csak zenészeknek, heti rendszerességgel. Tartsatok velünk jó szórakozást! Üdvözlünk mindenkit ebben a podcast sorozatban. Mai vendégünk ismét Lukács Peta. Szervusz, szia! Helló, sziasztok! <laughs> Régen beszéltünk. <Igen. gül> az, el, az előző adásban többnyire zenei vonatkozásban beszélgettünk rólad, veled. Most néhány, néhány dolgot szeretnénk tőled megtudni, mint magánembertől, illetve magánemberként veled beszélgetni. Rögtön egy komoly kérdéssel is kezdeném. Voltak Kudarcok is és voltak sikerek is az életedben. Ezek hogyan voltak hatással az életedre? tehát hogy ezek a kudarc élmények, illetve a sikerek? Hát ö, szerintem szerintem ugyanúgy, mint bárki másnak, tehát ö, már olyan értelemben, hogy. Hogy nem, nem olyan fajta kudarcok voltak ezek feltétlenül, amik ilyen, ilyen borzalmas, nagy tragédiák lettek volna hála istennek, tehát nem, nem, nem kifejezettem mondjuk ilyen családi drámák, hogy esnek az, azok hála istennek elkerültek mindig, de, de bizony voltak akár szakmai jellegű, akár magánéleti kudarcaim, és hát volt, amiket nagyon hülyén kezeltem, volt, amit egész szerencsésen. Nem nagyon tudnék általánosítani, tehát nem tartom magam annyira egy, egy bölcs, vagy nem tudom milyen embernek, aki, aki ezekre így mindig tudja, hogy hogy kell helyesen reagálni, vagy valami. Valahogy túléltem őket, valahogy mindig kikászálódtam belőlük. Nagyon sokszor szerencsés voltam, tehát sokszor érzem azt egyébként, hogy van valamiféle gondviselés, vagy nem tudom, az életemben, amit valószínűleg szintén sokan mások is éreznek néha, hogy tényleg, tényleg, voltak olyan, olyan események, mondjuk egy konkrét példát tudok mondani, a rockband, ugye korábbi zenekarom, az gyakorlatilag 2006-ban, ha jól emlékszem, igen, 2006-ban volt, hogy, hogy ugye a Zefi elég súlyos betegséget kapott, és, és, emiatt a, a zenekar gyakorlatilag feloszlott, meg szűnt rétezni, mert nem, nem tudtunk ugye muzsikálni, és hát ott elég komoly dilemmában voltam, hogy akkor most, most mi lesz, mert, mert hát abból éltem. És, és gyakorlatilag úgy alakult a dolog, hogy kb. egy hónapon belül, vagy nem is tudom, hívtak a bikinibe. Tehát, hogy ez ilyen annyira durva, így, így, utólag visszagondolva, hogy, hogy néha olyan dolgokat produkál az élet, hogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy valamiféle isteni gondviselés, vagy, vagy, nem, vagy szerencse, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt. De jellemzően így, az életemben na nagyon, sok ilyen, ilyen sztori van, amikor úgy érzem, hogy valamit elveszítek, vagy hogy valami nagyon gáz, és kiderül, hogy utána egy jobb jön ki belőle, vagy, vagy jobbat kapok, vagy nem tudom. És emiatt én nagyon hálás vagyok a, a jó istennek vagy a sorsnak. Egyébként sok korábbi adásban ezt is lehet hallani, hogy az élet nagy kérdéseidre hát, hogy a keresed a választ. Valójában engem nem is az érdekelne, hogy megtaláltad, ezt mindenki megpróbálta megkérdezni, és <hállt> is kérdezték, hanem inkább engem az érdekelne, hogy vannak-e olyan emberek, akik hasonlóan gondolkodnak ebben a témában, és velük meg tudod ezt beszélni? Hát ez egy, ez egy jó kérdés viszont, tényleg. Köszönöm. Nem sok, nem sok az őszintén szólva, de ez, de ez valószínűleg ez így van rendjén. Tehát furcsa is lenne, hogyha erre most azt válaszolnám, hogy persze, hát az összes panom, meg az összes haverom, meg, meg mind, meg az egész családom, meg rokonom, meg mindenki valójában az életértelmén gondolkodik 0-24-ben. Hát, nyilván ez kell egyfajta ütődöttség, vagy, vagy nem tudom, valami kattantság, hogy az ember tényleg ilyeneken pörögjön. De hál' Istennek azért tényleg a barátaim között vannak olyanok, akikkel tudunk néha ilyen dolgokról is beszélni. Kicsit sajnálom, hogy hogy a, az élet úgy ámblok, kicsit túlságosan felgyorsult, meg, meg, meg nem tudom. Tehát én is ez a régi generáció vagyok még, aki annak idején. Nem telefonáltunk, meg SMS-eztünk, hanem hétvégén egyszerűen elindultam a városban, és becsöngettem az összes haveromhoz, meg és aki otthon volt, azzal játszottunk, vagy azzal mentünk valahova. Tehát, hogy így, így éltük a, a kis életünket, és ma, ma meg sokkal nehezebb már, a még a, még a közeli barátokkal is sokkal nehezebb, egyeztetni mondjuk időpontot, hogy elmenjünk valahova iszogatni, dumálni, vagy bármi esni, mert egyfolytában mindenki rohan, mindenki próbál pénzt keresni, dolgozni, amennyit csak bír, és ez, ez, ez egy kicsit nem annyira tetszik a, a mostani világban. Az előbb beszéltünk arról, hogy a Zefinek volt az a komoly betegsége, meg hát ugye az embernek vannak veszteségei, vannak, nem is kudarcnak mondanám ezt inkább veszteségnek, ja. hogy mi az, amit megtanultál az emberi kapcsolatokról az zenélésen keresztül? Hú, hát ez, ez is egy ö, nehéz kérdés, mármint nehéz összeszedni most így hirtelen a gondolataimat. Nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent, mivel rengeteg féle emberrel ismerkedtem meg az elmúlt néhány évtized alatt. Nagyon sokféle zenésszel dolgoztam együtt, vagy, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon sokféle emberrel dolgoztam együtt. Vannak köztük olyanok, akik nagy csalódást okoztak, vannak köztük olyanok, akikben nagyon pozitívan csalódtam, Mindenféle emberek voltak igazából, és ezekből mindből nyilván vontam le magamnak következtetéseket. Tehát nem azt mondom, hogy bizalmatlanabb vagyok, mert szerintem még mindig talán az átlaghoz képest is sokkal inkább bízom az emberekben, néha már már naív módon is de nyilván bizonyos dolgokban már azért óvatosabb vagyok. Mondom, ezt nem, 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 akarom, hogy úgy tűnjön, mint hogyha én most azt gondolnám magamról, hogy én egy micsoda élet élettapasztalatokkal rendelkező bölcsemberré váltam itt, vagy valami. Szerintem most is van egy csomó hülyeségem, meg borzasztó rossz tulajdonságom, amiken folyamatosan próbálok dolgozni, avítani, meg ilyesmi, de igyekszem azért tanulni a korábbi hibáimból, vagy alkalmasint mások hibájából is. Aztán hát így, így próbálkozom folyamatosan. Mi volt a csalódásnak az oka? Hát nézd, nagyon sokféle, tehát csalódások között is voltak olyanok, ami nagyon egyszerű, tehát mit tudom én, pénzzel való átverés vagy visszaélés. Volt olyan, aki a barátságommal ért vissza, volt olyan, aki, ö, aki egyszerűen csak annyira link volt, vagy megbízhatatlan, hogy már nem akartam vele mondjuk tovább dolgozni, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon vegyes mindenféle dolgok voltak, de, de hála Istennek az élet valahogy ezeket is mindig úgy intézte, hogy, hogy ezektől az emberektől javarészt azért megszabadultam vagy ha esetleg valami élethelyzetben én voltam hülye, akkor, akkor pedig abból igyekeztem tanulni, és, és alkalmasint volt, hogy én kértem bocsánatot egy-egy olyan szituációban. Szóval... Mondtad, hogy nem akarsz bölcselkedni. Ugyanakkor viszont, hogyha valaki ilyen magaslatokat ér el a saját frontján, akkor attól az embertől mindenképpen lehet tanulni. És ugye ez is az egyik célja a műsorunknak, hogy átadjuk azt, amit te megértél, amit te megtapasztaltál, hogy mások is tanulhassanak ebből. Tehát így végül arra ezért gondoltam, mert nagyon sok embernek nagyon komoly példakép vagy, és azért is szeretnénk ezeket a kérdéseket feltenni, vagy azért is boncolgatjuk ezeket a dolgokat, hogy hogy ezekből, hát egy, elsősorban mi is rengeteget tanulunk, meg hát, hogy aki hallgatja a műsort. Ja. Mondom, hát, ami szerintem talán fontos, amit én is megtanultam, és amit igyekszem átadni tényleg a tanítványaimnak is, meg, meg egyáltalán így a szűkebb környezetemnek, az, az egyébként főleg a, a bizalom, ami egy picikét egyébként összefügg azzal is, amit a, az előbb érintettünk itt, ez az internetes világ, meg a, a messengeren való írogatás, meg egyeztetés, meg ilyen. Tehát, hogy nekem mindig beugrik az tényleg, hogy gyerekkoromban, ha valamit megbeszéltünk, hogy sőt, hát nem csak gyerek, már fiatal felnőtt koromban is még, az internet, meg az okostelefonok előtt, ha megbeszéltünk valamit, hogy itt tudom én, nyolcadikán este hatkor találkozunk itt és ott, akkor ott kellett lenni nem volt az, hogy még az utolsó pillanatban még, amíg majd ráírok, hogy bocs, izé, kicsit kések, mert még összefutottam ezzel, azzal, meg még beugrok ide, meg oda. Nem, mivel hogy nem volt lehetőségünk értesíteni egymást, ezért tartani kellett magunkat ezekhez a, a, dolgokhoz. És ez adott egy olyan tartást az embernek, amihez én a mai napig igyekszem ragaszkodni. Tehát nem, nem szeretem a mai napig ezt a ilyen utolsó pillanatokban dobjuk össze, majd lesz valahogy, majd megdumáljuk ki, mikor ér rá, meg minden. Én én jobban szeretek, tehát ebből a szempontból ilyen régi módi vagyok, és ezt, ezt próbálom úgy átadni a, a mondjuk a mostani fiataloknak, hogy, hogy nyilván most itt nem okoskodva, meg mit tudom én, hogy bezzeg az én időmben hanem hogy ez legyen egy ilyen alapvető igény magunkkal szemben, hogy igenis, ha valamit megígérek, akkor azt csináljam meg. Ha megbeszélünk valamit, hogy ekkor és akkor ezt és ezt fogjuk tenni, akkor az legyen úgy, és ne hagyjuk magunkat a kor szellemének olyan módon, negatív módon befolyásolni, hogy, hogy hogy, hogy így ellinkeskedjük a dolgokat. Hogy á, majd úgy is ráírok, aztán majd valamit kitalálok. Hanem, tehát, hogy, hogy le, legyünk megbízhatóak. Szerintem ez egy borzalmasan fontos dolog a, a mostani világban is. Főleg azért, mert mert tényleg sokkal több emberi kapcsolatunk van, mint korábban. Tehát, ha bárki megnézi a saját Facebook profilját, akkor ott látni fogja, hogy, hogy mindenkinek sok száz vagy akár sok ezer ilyen-olyan ismerőse van. Innentől fogva elkerülhetetlen az, hogy ezek a kapcsolatok, ezek mind sokkal felszínesebbek lesznek. Tehát már nem az van, mint régen, hogy, hogy tényleg volt az embernek egy vagy maximum két olyan közeli barátja, akivel mindent megosztott, és aztán voltak a spanok, haverok, akikkel csak így összejövögettünk, meg voltak a, az ismerősök, akikkel szinte soha nem találkozunk, most, most, ezek sokkal közelebb kerültek ezek az emberek, már hogyha izé, főzünk valamit, azt már rögtön több ezer ember látja öt perc múlva, mert ki kell tennünk, és meg kell osztanunk feltétlenül. Tehát, hogy és közben meg a, a fontos dolgok, azok, azok meg néha így elsikadnak. És én így kicsit ez, ezeket próbálom talán így valamilyen szinten a, a magam módján átadni a, a, környezetemnek, hogy, hogy ami jó a régi dolgokban, azokhoz azért ragaszkodjunk. És ez nem azt jelenti, hogy én tényleg ilyen kemény kalapos, nagyon izé, régi módi csávó lennék, hanem én nagyon is nyitott vagyok az új dolgokra, tehát imádom a technikai újdonságokat, meg, meg kütyöket, meg minden ilyesmi, használom is őket nap, mint nap, de közben meg, ha valami régen jobban működött, akkor ahhoz igen is én, én, ragaszkodom. Ennyi. Hát, Értem. Igen, is ez, a, ez, az ellinkesedés, ez, ez új dolog, de hogy ez nem jó. Tehát ez nem modern van, ez <laughs> nem. ez Igen. szimplán gáz, így van, így van. Arra gondoltam, hogy egyébként visszatérve a sok-sok ismerősre, egyébként lehet, hogyha nem lenne internet, ugyanennyi ismerősöd lenne, csak hogy ezek időben az életedben egy szétoszlanak. Tehát az általános iskolai osztálytársaiddal már nem találkoznál, de Facebook-t bejelölted, és akkor ott ugyan ismerősöd, bár ez is jellemző, hogy szinte semmilyen szinten nem beszélek a általános iskolai osztálytársaimmal. Tehát nem tudom, mit kéne beszélnünk. Volt olyan, hogy találkoztam velük, és mi újság? Hát most erre mit mondjak? Így 30 év múlva, vagy 40 múlva. Ura, de, de most komolyan, hogy meséljem el az elmúlt 40 évemet, vagy mi történjen? Igaz? Hogy, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy egy-két barát marad, meg sok-sok meg, meg ismerős. Akikről max. annyit tudunk, hogy hol volt nyaralni. Igen. De, hogy minden, mit elett ma reggel. reggel? Kaviáros, paprikás krumpli. Igen. A baráti kapcsolatokon kívül ugye van, van az embernek a szűk családi köre, ami most a technológiától függetlenül, hogy az megmarad. A szüleid mennyire támogattak -e a döntéseidben, vagy a mai napig mennyire büszkék rád, ha ezt így meg lehet kérdezni? Nagyon, nagyon. És egyébként tök jó, hogy ezt most itt így összehoztad ezt a két dolgot, mert valóban például a ennek a technikai fejlődésnek, vagy útnak, ahol ugye itt a Facebook, meg a közösségi média, meg minden ilyesmi. Most az előbb én ugye a negatív oldalát hoztam fel, de ugyanennyire pozitív oldala viszont például pont ez, hogy mondjuk a szüleimmel sokkal könnyebb kommunikálni. Hát ugye 170 kilométerre lakom tőlük, tehát nyilván nem megoldható az, hogy most én, mit tudom, én, napi vagy akár heti szinten hazautazzak, vagy ilyesmi, nem fér bele az időben se. Viszont ezt például nagyon szeretem, hogy hogy na nagyon sokat tudunk beszélni, akár telefonon, akár így neten keresztül kommunikálunk. Ez például egy, egy nagyon jó és nagyon fontos dolog. És ö, arra válaszolva, amit konkrétan kérdezel, hogy mennyire támogatnak, mennyire büszkék, erre tényleg csak azt tudom röviden mondani, hogy nagyon. És én ezért nagyon hálás vagyok. Tényleg gyerekkoromtól fogva vol volt egy pár olyan ismerősöm, például ö, szintén fiatal kezdő zenészek, mondjuk akár ott Pápán, akiket hát. Voltak itt, nem, hogy nem támogattak, hanem kifejezetten ellenezték, hogy mondjuk zenéjen. És, és mit titokban kellett úgymond gyakorolnia, vagy, vagy zenekart alapítani, vagy bármi ilyesmi. Nálunk tényleg kezdettől fogva a szüleim maximálisan támogattak folyamatosan, és ez a, a mai napig így van. Ma már nyilván nem szorulok ilyen értelemben a, a, akár az anyagi, vagy esmi támogatásukra napi szinten, mint akkor, gyerekként, de nagyon sokat jelent nekem a mai napig az, hogy, hogy tudom, hogy büszkék rám, hogyha bármi fontos dolog történik velem, vagy, vagy még ha nem is olyan nagyon fontos dolog, hanem hanem tényleg elindul egy új munka, vagy egy projekt, vagy akármicsoda, azonnal beszélek velük, és na nagyon szeretem őket, és nagyon örülök neki, hogy a mai napig tényleg ezt érzem rajtuk egyszerűen, hogy, hogy bármi, bármit csinálok, bármit elérek mondjuk a munkában, vagy, vagy így a zenéléssel kapcsolatban mindennek nagyon-nagyon örülnek. Értem. És egyébként ki is kéred a véleményüket egy komoly döntés előtt? Hát, ez jó kérdés, látod. Nem tudom, hát igazából ilyen, tehát ilyen, ilyen szakmai jellegű dolgokban. Nem szakmai jellegű dolgokra vagy... gondoltam, most magánemberként érdekelne ez. Hát figyelj, vannak, vannak, igen, vannak dolgok, amikben kérem a, a, a véleményüket. Nem mondom, hogy olyan nagyon sok minden, meg, meg nem feltétlenül úgy van ez, hogy hogy én most, mit tudom, én fölhívom őket, hogy figyelj, segítsetek már, hogy A és B között kell döntenem, szerintetek mi lenne. Hanem inkább csak egyszerűen az, hogy így beszélgetünk napi szín, vagy hát nem, hát nem is feltétlenül minden nap, de ilyen néhány naponta azért beszélünk pár szót, és akkor ami szóba kerül, az, az, ami mondjuk engem foglalkoztat, akkor nyilván ott meghallgatom a véleményüket, és azt bele szövöm a saját gondolataimba, hogyha mondjuk ez egy döntéshelyzet előtt van, vagy ilyesmi. Tehát hogy, te, te fontos ilyen értelemben, fontos a véleményük, megszoktam velük beszélni, hogyha valami ilyesmi, vagy legalábbis elmondom nekik azt, hogy mi az, ami engem foglalkoztat. És ha olyan jellegű a dolog, akkor ők is elmondják a véleményüket, és akkor így. Tehát, hogy működik ez a fajta kommunikáció köztünk abszolút mértékben. Szuper. Tehát, hogy ők nagyon büszkék rád. Te mennyire tartod magad sikeresnek? Ha, 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 ha. Ez is egy jó kérdés. Hát figyelj, egyébként nyilván itt olyan, olyan értelemben ketté kell választani talán a dolgot, hogy mondjuk kívülről nézve, kvázi objektíven vizsgálva mondjuk az életemet, vagy a karrieremet, azt, azt kell mondanom, hogy, hogy elégedett lehetek. Hiszen azért, amit mondjuk ebben a kis országban el lehet érni zenészként, tehát az, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg nem kellett mondjuk gyárba elmennem, vagy, vagy, vagy bármi olyasmi munkát vállalnom hanem tényleg ami, ami, a szerelmem, ami a hobbim, ami a kedvenc időtöltésem, azzal kereshetem meg a, a kenyeret, az, az, mindenképpen egy fantasztikus dolog. Ráadásul tényleg úgy, hogy az ország egyik legismertebb zenekarában játszhatók, rengeteget koncertezünk, jó fejek a, a munkatársaim, az iskolában is, ahol tanítok. Tehát, hogy ez alapvetően ezek, ezek Tök jó dolgok, tehát egy szavam nem lehet, nem, nem panaszkodhatok tényleg. Más kérdés az, hogy mellette nyilván vannak olyan vágyaim, amik ezeken mondjuk túlmutatnak, azok meg azért ö, megint csak nem adnak okot elkeseredésre vagy ilyesmi, hanem, hanem azok meg így életben tartják az embert. Tehát az, hogy mindig van valami az ember előtt egy újabb cél, hogy még ezt, meg azt még azért jó lenne megcsinálni. Ezek meg szerintem kellenek is, hogy, hogy ilyenek mindig legyenek az emberek, te, ember előtt. Tehát ezekből meg nem azt vonom le magamnak, hogy, hogy ja, Istenem, még ez sincs, még az sincs, hó, még az is kéne. Nem, hanem, hanem úgy vagyok vele, hogy fú, basszus, tényleg még ezt is kéne, meg azt is kéne. Ó, akkor oké, okay, akkor majd ez lesz a következő projekt, vagy valami. Tehát én abszolút igyekszem így így állni az élethez. Most, ha nem titok, úgy, akkor... Tudsz mondani én konkrét dolgot, ami amire azt mondod, hogy most... Hát terve? Figyelj, az egyik konkrét dolog az mondjuk egy saját kis stúdió, egy saját kis házi stúdió, ahol nem az a célom, hogy én hangmérnökként most egy stúdiót üzemeltessek, ahol éjjel-nappal pörögnek a zenekarok és felvételeket készítünk. Nem, hanem, hanem hogy legyen nekem egy olyan kis helyem, ahol hogyha én akarok felvételt készíteni, akár komplet zenekarral, vagy bármi ilyesmi, akkor azt megtehessem. Legyen egy ilyen saját kis kuckóm, ami, ami az én zenei ö, fészkem, vagy, vagy nem tudom, ahova így visszavonulhatok, elvonulhatok dolgozni. Ez, ez például egy nagy álmom, gyerekkori álmom. Most, most, éppen ezen dolgozom, hogy ez is összejöhessen. És van rá, látok rá esélyt most már. <laughs> Szuper, nagyon jó. Köztudottan sok Koncerten vettél már részt? Mi volt a legfurcsább koncertélményed? Hát a legfurcsább, hát több is eszembe jut. Volt volt jó néhány, nyilván itt a nagyszámok törvénye alapján ebbe elég sok minden belefért. Hát most itt hirtelen kettő jut eszembe. Az egyik, ami még, még a régi pápai zenekarommal esett meg, Pakson, volt még szerintem valamikor a 90-es évek közepe vége felé, vagy ah, inkább 90-es évek közepe lehetett ez még. Mi játszottunk valamilyen országos ilyen színjátszó találkozó, vagy nem tudom minek volt a záró eseménye az erőműnek a, a sportcsarnokában, és ott volt, nem tudom, már hát több ezer diák így az ország különböző pontjairól, és hát elvileg mi voltunk, ott valahogy ilyen helyi rokonok szervezték valahogy, le azt hiszem, hogy mi játszunk ennek a záróakordjaként, és hát ott is voltunk, a zenekarra a saját hangosítás, minden cuccot vittünk, majd traktuk volna össze a színpad mellett, mert ugye ez az ilyen hát ez a záró eseménye volt ennek a két-három napos rendezvénynek, és lényeg az, hogy ilyen díjkiosztások, blablabla, bla, minden, és akkor egyszer csak így a műsor vezető mondja, hogy hát és akkor köszönjük mindenkinek, aki eljött, és akkor izé szavaztok. És így az egész ország úgy, ahogy volt, kiürült. De még két perc alatt. Mi meg hát, hát, hát mi még Ezé, hát, hát, akkor még, még játszanak, hogy valami. ja, hú, hát azt elfelejtettük, hogy még... Ugye, hát, nagyon jó. Figyelj, megszámoltam, mert hogy nem volt nehéz. Tehát mi lejátszottuk a koncertet tisztességesen, hét, azaz hetes darab ember volt a színpad előtt egy sportcsarnokban. Az szép. Melyik zenekarra volt ez? Hát ez a, azt hiszem akkor Warning volt a nevünk, talán ha jól emlékszem, vagy valami ilyesmi. ez a kis akkori pápai amatőr zenekarunk. Szóval ugye ez, ez volt az egyik leg, ilyen nem létezőbb szituáció. A másik, ami, ami most így eszembe jut, az meg nem olyan régen történt, abban hát bizonyos szempontból semmi extra nincs benne. Egy bikini koncert volt Borsod megye déli részén egy kis faluban, ahova megérkeztünk és hát ilyen elég érdekes volt a, a nem tudom, mintha egy ilyen időutazás lett volna és visszacsöppentünk volna nem tudom mikorra egy ilyen ős közösség <laughs> <laughs> volna De, nem, nem vére, a falunkat? nem egyébként nem de fél, mindegy, fél, a lényeg az az volt, hogy a legdurvább momentum, amikor azt mondtam, hogy, hogy én itt feladom, és, és nem, tehát nem tudok semmit. A koncert közben az első sorban egy anyuka habozás nélkül izé lerántotta magáról a bluest és elkezdte szoptatni a gyerekét. Figyelj, ez, ez, neked, ez neked science fiction, nekünk ez simán, ezt én lazán elhiszem, és én, szerintem én is láttam már, hát ilyet nem, de ilyesmit. Most, hogy megyen, és, és a legdurvább az az volt nyilván, hogy a, a közönség soraiban senkinek a szeme nem rebbent, tehát hogy nekik ez de... tök... Ter, láttam, hogy, mondom, hogy ez de... tök tervészetes dolog, de én ott megálltam a növésben, mondom, tehát ilyen még nem láttam. Aki hallgatja a műsorunkat, az tudja, hogy vannak visszatérő kérdéseink, amit mindenkinek felszoktam tenni, tehát neked is fel fogom tenni majd, illetve most. Ha lehetőséget kapná arra, hogy korszaktól, nemtől, mindentől függetlenül bárkivel leülhesse egy órát beszélgetni, akkor ki lenne az, vagy kik lennének ezek a személyek? Hú! Ez is tök jó kérdés egyébként. Hát, Köszönöm. fú, basszus, hát most így rögtön elindult az agyam. Nem, fú, sok, sok mindenki. Most, hogyha most csak így a zenei vonalra megpróbálok szurítkozni, akkor például Mozarttal meg Bachkal biztos, hogy nagyon szívesen beszélgetnék. Nem tudom őket biztos, de szerintem biztos, biztos még lenne rengeteg ember. Mit kérdezném, akit... Mozartól vagy Bachtól? Egyáltalán például engem így nagyon érdekelnek, semmi jelentősége meg értelme nincsen valójában, csak engem például nagyon érdekelnek az ilyen régi korokban, hogy hogy, hogy, hogy működtek akkor a dolgok, hogy, hogy éltek az emberek. Tehát itt tök szívesen megnézném mondjuk élesben, hogy hogy milyen, milyen, érzés lehetett. Nem tudom, vannak ilyen flesseim, mit tudom én, az 50-es évek Amerika, vagy, vagy, akár Európában, az 1800-as években, vagy egyáltalán. Tudom, hogy, hogy nem lenne fenékig tejfel, tehát azért ott voltak ez egy cefet történetek is, de valamiért így érdekelne, hogy hogy éltek akkor. Tényleg, hogy egy, egy akkori zeneszerző, mondjuk Mozart, tényleg hogyan, hogy, hogyan teltek a hétköznapjai, hogyan alkotott, hogyan dolgozott, Bach, Bachtól is biztos, hogy, hogy tehát ilyen zenei dolgokat is kérdeznék, hogy, hogy honnan jöttek neki azok, amik, tehát hogy, hogy ezek olyan korszakalkotó művészek és zsenik voltak, hogy nagyon érdekelne, hogy tényleg őket milyen hatások érték, és, és hogyan működtek. A Bachról például a meggyőződésem, de úgy tudom, ezzel nem vagyok egyedül, hogy szerintem ő például a kor egyik rockere volt. Tehát, hogyha akkor olyan hangszerek lettek volna, mint amik most vannak, akkor szerintem Bach rock vagy metázenét csinált volna nagyon komoly szinten. A mert, azt mert mondja, a olyan habírus... hogy hozták, mert <gül> az ufók hozták be. Az, az a durva még ezekben, hogy úgy komponálni, hogy igazából egyben nem is hallod. Tehát hogy félig egy vakon. Igaz, mert bizony. nem volt az, hogy ott, ott ült a zenekar is. Ja, azt játsszuk már újra, mert ott valami, ami nem stimmel, hanem fe, szerintem fejbe, megírták a zenét. Hát, és aztán bizony. hát persze, hogy hát persze, hogy úgy, nyilván, ez egy baráti beszélgetés, de ha ez egy interjú lenne, és te lennél a kérdező, mi lenne az a kérdés, amit még nem kérdezett meg tőled senki, de te mindig is szeretted volna megválaszolni, vagy elmondani azt. Hát fú! Nem tudom. Nem tudom igazából. Én általában úgy, vagy, tehát volt, volt már néhány olyan interjúm, hála Istennek nem sok, de egy-kettő volt, ahol olyan volt a, a, kérdező, hogy, hogy tényleg ilyen se kép se hang. Tehát nem tudom, valami helyi, városi tévé, vagy akárki kicsoda kiküldte, hogy valamit csinálni el és szemmel láthatóan semmi köze nem volt az adott koncerthez, vagy ilyesmi. Tehát mindegy, volt már egy-kettő ilyen, és ezeken így megtanultam azt, hogy, hogy, ha, ha úgy adódik, akkor arról beszéljek, amiről akarok. Tehát, hogyha valamit el akarok mondani, a, akkor azt általában bele tudom úgy csempészni, vagy el tudom úgy ö, terelni a, 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 beszélgetést, hogy ne tűnjön olyan nagyon erőszakosnak, de elhangozzék az, amit, amit el akarok mondani. Úgyhogy kapcsolatos ez? Hát ez, ez ilyen, ilyen teljesen általános, ilyen, ilyen praktikus dolgok, tehát hogyha ha van mondjuk egy, egy fontos koncert, ami mondjuk két hét múlva lesz, és attól függetlenül hívnak meg véletlenül pont valahova mondjuk egy beszélgetésre, vagy ilyesmi, akkor általában arra igyekszem azért így utalni valamilyen mód, amennyire az adott műsor nyilván megengedi, hogy egyébként izé majd pont jó is, hogy ezt kérdezed, mert erről most beugrott, hogy tényleg két hét múlva pontot fogok a pont közelbe játszani, van. tehát ilyesmi. Tehát így, ilyen marketing, marketing célokra fel Gyakorlatilag tudod. igen, igen, hogyha úgy adódik. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ilyen értelemben ez, hogyha ha lenne valami olyan dolog, amit így nagyon el akarnék mondani, akkor azt, azt már valahogy megtettem volna biztosan. Úgyhogy most itt hirtelen így nem, nem jut eszembe nagyon ilyen dolog, ami, ami úgy nagyon kikívánkozna belőlem. Lehet, hogy van egyébként, valahol tudat alatt, de az, az előbb-utóbb akkor majd ki fog jönni. <laughs> ja, igen. Hát erre a legtöbb ember szinte nem is tud válaszolni. Itt, tulajdonképpen én magam is próbálom szóval, átforgatni, hogy miért is kérdezem én ezt meg, és akkor én vagy én, és én, azt nagyon jól tudom, hogy miért kérdezem meg. Én azért is csináltam, vagy azért is csináltuk ezt a műsort, mert voltak olyan dolgok, amit el akartunk mondani, amit mondjuk Aha. nem kérdeznek meg, mert én nem vagyok olyan ismert, mondjuk, mint a, mondjuk, mint te, vagy mint valami nagyon-nagyon komoly ismert celeb vagy valami, de mondani való azért van, és akkor én ezt így elmondom attól. Tehát mondjuk ezt úgy képzeltem el, hogy a peta leül egy mikrofonnal, és akkor ezt mindig is el akartam mondani, és akkor mi lenne az, ami na és a, és ja, a Biztos, a, hogy egyébként találnék ja, 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 valószínűleg. Ja. Például az, hogy jó, na egy dolog eszembe jutott például, ami, amire háklis vagyok, semmi köze az zenéhez, de végképp semmi köze. A közlekedéshez és az autóvezetéshez annál inkább nagyon, nagyon, szeretek egyébként vezetni, és borzalmasan gyűlölöm azokat az embereket, akik nem indexelnek például. Tehát már egy régóta gondolkodtam több ilyen dolgon, egyrészt, hogy, hogy, csinálnék valami olyan YouTube videósorozatot, amik amúgy is mennek, ahol csak így őrjöngenek emberek mindig, és, és elmondják, hogy mi a bajuk a világgal, és akkor így anyáznék naphosszat, hogy izé, hogy ez, 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 se tud indexelni, azt se, és izé, zse, 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 zse. Te, akkor gondolkodtam már azon is, hogy mondjuk csinálni egy olyan zenekart, aminek a, a, a dalszövegek azok mondjuk kresszabályok például. Ilyes, mint ha csinált a Belga történelem történelemkönyvet. Igen. Szóval, ilyen, ilyen, ilyeneken például izé gondolkodok. Egyezünk meg abba, hogyha megcsinálod ezt a, ezt a dalt, vagy ezt a lemezt, akkor az egyik dal az lesz, hogy hülye BMW-s, indexelj. Ez, ez is egy fontos dolog, amit észrevettem, mert azt mindenki tudja, hogy a BMW, tehát hogy azt szokták mondani, hogyha ha úgy érzed, hogy fölösleges a munkád, vagy amit teszel, vagy igen, az életed, igen. akkor gondolj bele azokba, akik a BMW gyártósoron az indexlámpákat készítik. Tehát igen, De most már egyre inkább az van, hogy egyre olcsóbb autókon sem működik az index. Igen, tehát, igen. Hát mert ott a, fej, a fejbe, tehát a toronyban van a probléma. Jó, jó, mindegy. Szóval ez egy érdekes dolog. Szóval csinálnál egy ilyen zenekart, vagy zenét, ahol a keresztkönyv lenne a szöveg. Hát mondom, vagy ez vagy pedig zenétől teljesen függetlenül egy ilyen őrjöngő videósorozatot, majd, majd kiderül. Értem. Jó, van. Ha már zenéről esett szó, akkor van egy visszatérő kérdés még, hogy zenélnél -e saját magaddal egy zenekarban? E, szerintem igen. Azt hiszem, erre, erre egyértelműen tudok igennel válaszolni. Még mi a. Hát attól függ, hogy milyen hangszeren játszanék az adott zenekarban, mert hogyha mondjuk én lennék a billentyűs, akkor nem játszanék szívesen magammal, mert akkor, akkor bajba lenne a billentyűs énem. Jó, de most feltételezzük, hogy jár, tudsz azon a hangszeren. Hát akkor igen. szerintem szerintem egész, egész lennék magammal talán. Igen, hát ez, ez ugye két nyilván ez két részre lehet bontani, van egy zenész vonatkozása, hogy mint zenésszel játszanál együtt. Yeah. Ez a legtöbb embernek nyilván így van, mert saját magát nyilván le tudná kísérni, vagy valami, és nagyjából pontos is lenne. Yeah. A másik az emberi vonatkozása, hogy mennyire tartod magad ugye megbízható embernek, vagy egy olyan embernek, akivel jó együtt, zenélni jó együtt élni, vagy valami. Tehát, hogy... Hát figyelj, a, a megbízhatósággal szerintem nem lenne gond, ilyen, tehát ilyen alapvető emberi dolgokkal nem hiszem, hogy gondom lenne magammal. Amúgy tudom, hogy vannak idegesítő szokásaim meg dolgaim, tehát biztos, biztos hogy lenne olyan, amikor kicsit összevesznék magammal, vagy legalábbis rám szólnék. De... <laughs> Mi az idegesítő szokásod? Hát, most én nem tudom hírten. sokáig volt például ez a izé testdobolás, tehát idegességemben dobolok magamon, meg mit tudom én, ami, ami hosszú távon egy kiválónak, barom idegesítő lehet, meg, meg nem tudom, meg, meg például a, a beszédemen vettem észre, meg hát a párom is felhívta rá figyelmet egyszer-kétszer, hogy nagyon körülményesen tudok fogalmazni néha. Tehát, amikor Jó, de sok hasonlóságon közöttünk. <laughs> Hogyha el kéne mondani egy egyszerű dolgot, én azt nem tudom, hanem én akkor így egy gyártok köré egy történetet, és így ilyen nagyon messziről indítom. Igen, <laughs> Ezeket igen. lehet, hogy nehezen tudnám elviselni magamban, kívülállóként. Igen. Azt gondolom, hogy mi, mi nagyon, nagyon jól tudnánk együtt zenélni, mert emberileg is. És beszélgetni, is. Hát, soha nem lenne vége. Nem, hát nem, biztosan végén nem Jó van. Az énekesnő, mikor énekli fel a dalt, a lábával viszi az ütemet. És benne hát az, a, is jó. az is kemény, és ezt volt olyan énekesnő, erről leszoktatni, tudod, fején a fülesű hallja a zenét, énekel vidáman, és dobol a lábával, és a mikrofon áll Ja, a két millió mikrofon forintos kristálymikrofon meg Hát nem volt annyi, de úgy simán benne volt. Meg gondolkozunk, hogy lekötözzük a lábát, vagy valamit. És ez főleg akkor jó, amikor ráadásul össze-vissza jár a lába, nem tempóra. Vagy amikor tűz ja. amikor tűsor kovarad. ja, ja. Jó van. Ér Oké, van még egy kérdésem. No. Hol szeretnél tartani egy olyan öt év múlva? Öt év múlva azt az szeretném mindenképpen, hogyha az előbb említett kis stúdióm már meg lenne, az mindenképpen tök jó lenne. Tök jó lenne, ha lenne családom, meg, meg így szeretnék jól élni. Tehát most nem, nem olyan értelemben, hogy nem, nem, milliárdos akarok lenni, meg mit tudom én, meg világhírű celeb, vagy bármi esmi. Nem, hanem így, így szeretném jól érezni magam, szeretném élvezni az életet, szeretnék jókat muzsikálni, jó zenészekkel együtt játszani, jó koncerteket. Ilyenek, ilyen, ilyen teljesen átlagos, de, de mégis nagyon fontos jó dolgokat, ezeket szeretném. Egy személyes hozzá fűzésem, vagy egy kérdésem lenne még, hogy te hogy gondolod személy szerint, hogy, hogy amerre megy ez az egész dolog? ez Lesz ebből, lesz ebből pozitív eredmény, vagy pedig teljes végérvényesen megváltozik a, a világunk? Hát, ez, ez is egy nagyon összetett dolog. Biztos, hogy ö... Hát én, én alapvetően, mint mondtam, én azért egy ilyen viszonylag pozitív csávó vagyok. Néha már már naív szinten pozitív. Tehát legalábbis igyekszem keresni mindenben a jó dolgot. Sokszor elkeseredek én is tényleg, hogy merre tart a világ, meg ilyesmi. De, de aztán meg, meg alapvetően ezek mégis így előbb-utóbb helyükre kerülnek a, a legtöbb dolog. Tehát amivel mondjuk kiszoktam akadni néha, mondjuk tényleg, amikor ilyen új generációkon gondolkodom, vagy látom, hogy ők hogy állnak a zenéhez, milyen zenéket szeretnek, hogy öltözködnek, milyen izé, hajviseletek, meg minden ilyesmi, és akkor voltak időszakok, amikor bejöttek ezek az emósok, meg, meg tényleg, amikor így alig lehetett megkülönböztetni a fiúkat a lányoktól, meg ilyenek, és, és akkor olyankor így izé ki vagyok, hogy a ah, bezzeg a mi időnkbe, és akkor így visszagondolok, hogy aha, Nézzünk már meg egy fényképet mondjuk a 80-as években bármelyik glam rock zenekarról, akiket szerettem. <laughs> és ott tényleg nem lehet megmondani, hogy ki a fiú és ki a lány. Na mindegy, szóval vannak néha ilyen vicces dolgok. Ezeket egyszerűen el kell fogadni az embernek, hogy igenis vannak generációs különbségek, viszont a zenében pont ez is egy tök szép dolog, hogy az mindig kor Én ezért nem szeretem például azt, amikor, amikor valakik mondjuk úgy fikáznak zenészeket, hogy azt mondják, hogy jaj, az olyan, olyan semmi érzés, meg semmi feeling nincs benne, meg semmi, meg mert hogy ilyen nincs, ez egy hülyeség. Mindenki érzéssel gitározik. Aki úgy néz ki, mintha egy robot lenne, az is érzéssel játszik, pont ez az ijesztő benne, hogy neki azok az érzései, amiket úgy közöl, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és, és ilyen módon az egész világ folyása nagyon, tehát hogyha most csak a zenei szénára szorítkozunk, ott is olyan változások történtek már eddig is, amik, amik, teljesen megváltoztattak mindent. Megszűntek a nagy kiadók, már nem úgy lesz valaki sztár, hogy, hogy izé fel kell, hogy fedezzék, és akkor egy nagy menedzser pénzt rak bele, és akkor világhírű lesz, blablabla. Bla, bla, Teljesen felborult ez az egész rendszer, így a digitális technológia miatt, a maga a technológiai része is, ugye a hangfelvételek, a stúdiók, minden, minden megborult. Egy csomó dolog Rossz irányba változott, egy csomó dolog meg jó irányba. Alapvetően a legfontosabb szerintem az, hogy ez rajtunk, embereken múlik, hogy hogy fogjuk ezeket használni, és, és merre visszük a dolgokat. Nyilván ezzel most nem azt akarom mondani, hogy, hogy am, amit mondjuk így a környezetvédelemmel kapcsolatban ilyen nagyokosok szoktak, hogy, hogy, ja, izé, dobd el, vagy mit tudom, én, szelektíven a hulladékot, mert rajtad múlik a gyerekeink jövője, meg mindent. Tehát nem milyen demagóg, hülyeségekre gondolok. Mert, mert igenis, sajnos vannak olyan dolgok, amikre nincs ráhatásunk, mert kis halak vagyunk. De alapvetően így a saját környezetünkben, meg azt gondolom, hogy, hogy egy csomó mindent meg tudunk tenni azért, hogy, hogy mondjuk jó életünk legyen, vagy legalább élvezni tudjuk azt, ami van. És szerintem ez fontos. Hát ez egy kitűnő végszó volt, Péter. Én nagyon megköszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Erről nem kevés időre, mert hogy jól nézem, két óráig beszélgetünk, nyilván ez egy <laughs> adás lesz. Köszönöm szépen. Je itt voltál. Én is köszönöm. Sziasztok! Hello! Szia! Reméljük mindenki számára hasznos és szórakoztató volt ez az adás. Megpróbálunk minél több csatornán megjelenni. Szívesen várjuk a csatlakozókat a Facebookon, hiszen kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is. Nem csak ebben a témakörben, hanem bármilyen témakörben. Örülnénk, hogyha részt vennétek a műsor készítésében. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!